Pünköst hétfőn a Diana parkban lévő hősök emlékművét megkoszorúzta Pokorni Zoltán polgármester és a német kisebbségi önkormányzat. A már hagyományos háromnapos Svábhegyi pünkösdi napok keretében az első és második világháború hősi halottjainak emléket állító szobornál a polgármester, valamint Kocsis István plébános mondott ünnepi beszédet. Pokorni Zoltán hangsúlyozta, a hősök szobra nem csak a háború elesettjeinek állít emléket, a közösség az összetartozás szimbóluma is egyben, mert nem csak idegen hatalmakkal kellett megküzdenünk a szabadságunkért, hanem a feledéssel és az idővel is. Ahogyan itt egymás után hangzott el a magyar himnusz, a magyarországi németek himnusza és a székely himnusz, ugyanúgy azt gondolom, hogy számos közösségnek a tagjai vagyunk, és ezek nem gyengítik egymást. Éppen most folyik egy vita, áldatlan és értelmetlen vita Szlovákiában, hogy vajon azok, akik a magyarságukat megkívánják vallani, akár úgy is, hogy magyar állampolgárságot kérnek, azok kevésbé lesznek-e hűségesek a szlovák államhoz, vagy a szlovák kultúrához. Nem hiszem, hogy ezek ellentétben állnak egymással, vagy legalábbis nagyon remélem, hogy békében megfér egymással a magyarságunk, valakinek a svábsága, német kisebbséghez tartozása, azzal az érzéssel, amit a székely himnusz kifejez, ami az egész magyarság, a Trianonnál szanaszét szabdalt, vágott magyarság iránti elkötelezettséget jelenti. Ez bőven megfér egy ember lelkében. Én köszönettel tartozom a német kisebbségi önkormányzatnak, hogy évről évre ezt az abroncsot, ezt a köteléket itt a hegyen megerősíti azzal, hogy számos egyéb rendezvényük mellett minden évben megrendezik a svábhegyi búcsút is, pünkösdi búcsút is, alkalmat adva nekünk arra, hogy összejöjjünk, barátkozzunk, beszélgessünk, fölidézzük az egy éve történt dolgokat, és alkalmat adva arra is, hogy megemlékezzünk azokról, akik egy éve még itt voltak köztünk, de ma már nincsenek. Így van ez Hemli Máriával is, akinek valamennyien, akik itt vagyunk, sokat köszönhetünk, mert hosszú éveken keresztül motorja, összetartója volt a német kisebbségi önkormányzatnak, és az itt élő emberek életének egy nagyon fontos momentumát adta ez a szervezet. Én bízom benne, hogy halálával nem esik szét, talán meggyengül, de nem fájdalmasan és nem maradandóan ez a közösség, és önök egybe fogják tartani, és legalább olyan jól vezetik majd ezt a közösséget, ahogyan azt Mária tette, vagy Mária szerette volna, tervezte. Köszönöm valamennyiüknek, hogy eljöttek. Idézzük föl az előttünk álló időszakot is, mert végre Magyarországon a kerületi önkormányzatok megkapják újból azt a jogot, hogy maguk állítsanak emlékművet, ahogyan ezt jónak látják. Nem csak ezzel az emlékművel volt gondja az itt élőknek, ugye ledöntötték, aztán újraállították. A második világháborús emlékművek itt a kerületben valahogy hányatott sorsúak, így van ez az újabb korúakkal is. Talán ennek az új parlament törvényhozása véget vethet azzal, hogy megadja a budapesti kerületek valamennyiének azt a jogot, hogy szabadon állíthatnak emlékművet a főváros gyámkodása, hozzájárulása nélkül. És bízunk abban is, hogy azok a jogszabályok, amiket épp most vitat a parlament, erősítik a nemzeti összetartozásunkat, legyen szó a kettős állampolgárságról, vagy a trianoni emléktörvényről. Erre az erősödésre szükségünk van valamennyiünknek, itt ennek a kisközösségnek, aki évről évre összejön a Svábhegyen, nekünk, hegyvidékieknek, budapestieknek és a Kárpát-medencében élő magyaroknak. Ezek a rétegek egymásra rakódnak, szerencsés módon erősítik egymást, és nem gyengítik. Bízunk abban, hogy egy jobb, nyugodtabb, a közösségeket szabadon erősítő évek vagy év előtt állunk. És remélem, hogy valamennyien békében, egészségben találkozunk egy év múlva itt, a hősök emlékművel előtt.